Sziasztok! Honnan kezdjük? Onnan, hogy 3,5 órát aludtunk, 7 órát utaztunk, majd megjövünk arra, hogy az Airbnb tulajdonos közli, hogy a hálószobában így bent megszik az előző bérlés, nem tudja kirakni őket. Birminghamben vagyunk egyébként. És hát mi most itt ülünk, és várunk, amíg a kis házigazdánk, aki amúgy nagyon cuki, nem az ő hibája, de takarít. És a hangok alapján talán már egyébként elmentek, talán, de hát azért nem biztosak tudom. Nem vagyunk benne. Köszönöm, hogy szóljunk. Kicsit éhesek vagyunk, kicsit hisztisek vagyunk. Kicsit most már elég, de megjöttünk, és elkezdődik egy pár óra múlva az izgi része. Összekapjuk magunkat, és hogyha ennél egy fokkal jobban tudunk kinézni, akkor szerintem egy jó pár fokkal jobban is fogjuk magunkat érezni, és akkor utána folytatjuk. Haverunk közben takarít. Nem mondtam még el, hogy miért jöttünk. Na mindegy, az majd később. Totál kimaradtak ma a bejelentkezéseink, úgyhogy arra gondoltam, hogy most ezt pótoljuk. Szóval, éppen megyünk vacsizni. Barbie választott egy nagyon cuki helyet. Mennyi az idő? Mindjárt 9 óra van, úgyhogy megyünk kajálni, gyertek velünk. A holnapi nap az nagyon programos lesz, ugyanis miután megérkeztünk, változtak a terveink. Maradjunk ennyivel, és ezt itt felejtsük is el a részleteket, de ha visszaérünk, akkor elmondom, hogy mi a további terv. Ezek alszanak, vagy én nem tudom, mit csinálnak. Úgyhogy megyünk a Five Guys. Igen, Barbie nem Five Guys-ozott még, úgyhogy... Nem is szabadna neki, de... Nem is szabadna neki, de hát... És oda csétáltunk ma, úgyhogy most jöhet. Kicsit túlöltöztünk a Five Guys-hoz, de... Hopsz. Hello! Csodálatosan, szép jó reggelt kívánok mindenkinek! A legizgibb napon vagyunk. Hová megyünk? Könyvtárba. Megyünk a könyvtárba. Gyorsan, csak hogy mindenki tisztában legyen vele. Itt van Birminghamben Európa legnagyobb könyvtára. 10 emelet az egész. Nagyon izgi, oda megyünk. A lényeg annyi, hogy most megyünk a könyvtárba. Nincs terv, meglátjuk. Why don't you feel the same? The same without.
looking for the shit. Some be beaming, body weakin', I'm just leaking with them hits. Full of envy while they staring and they reeking cause they pissed. Moving selfish, we ain't sharing, can't be tweaking off no bitch. Screaming beast that go dumb, I be retarded with the pics. Lines punching on target with no shopping, be a bitch. And she taken by the fit, bacon burning so I'm crisp. Why I sell, be the smell, the sauce simple when it drip. Like the water, I need me some baller. I see me go IED, no Ivy League can't bother. Sorry mama, I don't fit in honors. Nagging me 100 times, this shit still the product. So I just wanna pop it off, jump in the whip with sevens off. Azt mondod? Feelings like some soda, I prefer to keep it bottled up. Nobody can copy us, I put in work way too much. Go mind your business like the witness, we all knew you was. A lényeg, amiért jöttünk. Wonderful show started. Please help me welcome to the stage right now one of my best friends, travels around the world with me. Please make some noise for John Campanelli! Right now, he's a monster. He's very, very, he deserves all of this. He's a great dude. And his last special, Matthew Stephen Reif, in 2 weeks is 5 million views. And that's all thanks to you guys. So give yourselves a round of applause. Now, without further ado, I'm going to have you guys get the energy up. Start clapping right now. Come on, guys. Are you ready for this? Gonna say what it is. Megindultunk. Barbinak nagyon feje sajnos. Úgyhogy azt még várjuk, hogy elmúljon, de hát ma van jó időnk, ahogy látjátok. Egyébként hideg annyira nincsen, de egy kicsit kisüthetne a nap. Úgyhogy ma turistáskodunk, és reméljük, hogy nem fog ránk szakadni az ég. Azt nagyon reméljük. Close, cause I'd rather be lonely than watch you disappear. Most kajáltunk, amúgy megint hogy raktam le a kamerát. Reméljük, hogy ott marad. Szóval... Bátor vagy anyukám. Most kajáltunk meg, Hyde Parkban vagyunk egyébként, és... Hideg van. Hideg van, annak ellenére, hogy sütnie kellene a napnak, most éppen nem esik az eső, de az előbb esett. Barbinak migrénje van. Úgyhogy tök jó minden. Úgyhogy a fülemet masszírozom a Hyde Parkban. Most éppen itt leültünk a kis kávénkkal egy asztalhoz, és az összes létező, mi ez? Pressure pointot megkeressük, ami migrénre jó lehet. De az előbb jöttek lovagok. Ja igen. Gazi lovagok. Kurvára nem. Jöttek lovak, és Barbie megkattant, és mondta, úristen, ezt le kell videózni. Úgy futott, mintha látod, egyből elmúlt a fejfájásod? Sétálunk egyet, hát ha a további mozgástól elmúlik a fejfájásod. Aztán szeretnénk menni londonályozni. Ez egy friss kaka? Ma turistáskodunk. Ez a terv. Csak azt ígérték nekünk, hogy jó idő lesz. Elhittük. Azt mondták, hogy meleg lesz, és fel. Az meg van. Meleg, mert itt nincs meleg, mert befagy a seggem, de hogy azért annyira hideg. De tegnap legalább megáztunk, költöztünk. Költöztünk. De a vonat az menő volt. Elaludtam az arcom. Ja, annyira, hogy ezt akartam mondani, hogy gyorsan felzárkóztatunk titeket a MetLife-ról, mert hogy arról nem beszéltünk semmit. Az utazásunk
egyetlen és igazi célja az a MetLife fellépés volt. Ezt úgy kell elképzelni, hogy Barbika látta, hogy MetLife kirakta, hogy lesznek Angliában helyek. Megnéztük, elfogyott minden. Vagy másnap reggel, vagy két napra rá, Barbika fölkelt, és valahogy rájött, hogy hogyan lehet sutyomba mégiscsak jegyet venni. Rebeka meg aludt. Úgyhogy én szépen megnéztem, hogy mennyi a repjegy, mennyi lenne a szállás, mennyi lenne ez az amaz. Rebeka fölkelt, megvettük a jegyet. Kurva jó volt, szétröhögtük magunkat. Ja, csak nem lehetett fotózni, meg videózni, ami szerintem tök hülyeség, de mindegy. Milyen nem kis baj. Szofisztikált voltál. Igen. Vettem egy nagy De mindegy, azért pár képet a sutyiba csináltunk. Meg azért élőben is szép a gyerek. Nagyon. De zseniális, és annyira jó, hogy nem ez a halálpíszi, nagyon óvatos. Igen, tehát hogy nagyon... volt az elsősorban egy meleg pár, azokat is szanaszétoltotta. Ők voltak a... Igen, az est fénypontjai fénypontja végig szegények. Közölte, hogy mi vagyunk a legfehérebb közönség, aki az elmúlt időben látott. Majd talált egy fekete csajt, azt is szanaszétoltotta, úgyhogy... Zseni volt. Mert nem azért, mert hogy mi azt jelentünk, hogy tök jó volt, itt nem az van, hogy már semmit nem mondhat ki az ember. És mindenki nevetett rajta, tehát nem megsértődés volt, meg nem... Jó volt, nagyon jó volt, úgyhogy... akinek van lehetősége, az mindenképpen menjen. Igen, hát meg annyi, hogy most már, de mondjuk ez elég egyértelmű, hogy Londonban vagyunk. Tegnap jöttünk át Londonba. Ezt beszéltük is egyébként szerintem. Mert amúgy nem volt a terben az, hogy mi 3 napot Londonban leszünk, csak rájöttünk, hogy egy fél nap a repülőút előtt nagyon kevés lesz erre. Úgyhogy találtunk szállást, és akkor így lefoglaltuk. Ez röviden, csak így zárójelbe. Mindegy, a szállásokkal maradjunk annyiba, hogy volt már jobb, ment már könnyebben, de... De legalább de végül, az unokáinknak is ezt fogjuk mesélni. Az biztos. Végül egyébként egy tök jó kis szállást találtunk itt minden király. Hyde Park. Sétálunk egyet, utána meglátjuk, hogy merre megyünk. 6-7 óra körül találkozunk az egyik volt osztálytársammal, aki itt él egyébként, úgyhogy szervezzük a programot. Mindennek most már úristen, hogy elajom. Smink felfrissítve, Barbie is most fejezte be a sminkjét. És van még körülbelül, hát majdnem egy óránk, hogy elinduljunk. Szerintem mondtam már, ugye, hogy volt gimis osztálytársammal találkozunk, de nem voltunk benne biztosak, hogy el fogunk indulni, ugyanis az elmúlt 3 órában körülbelül itt a ház előtt olyan balhé volt, itt álltunk ki, ablakból lestünk, mint a regek, az meg térfigyelőztünk. Shake-Shackbe fogunk menni kajálni, nem tudom, meglátjuk, hogy utána csinálunk-e még valamit, vagy nem. Timing,
when she grits her teeth. Cause her boyfriend sucks and she knows he cheats. Cries on my shoulder but I can't see why.